Muszáj volt azért erre is felkészülni, és úgy gondolom, hogy azért egy nagy hajrát csinált azért a csapat. Én úgy gondolom, hogy azért, ha reálisan nézzük, későn kezdtük el, és nagy volt már azért a lemaradásunk, meg sajnos a csapat nem olyan stádiumban volt itt a koronavírus szünet után. Nyilván rengeteg nézőpontból lehetne ezt nézni, de szerintem teljesen felesleges most ilyen dolgokba bonyolódni, hogy ugye mi miért történt. Én rettenetesen sajnálom, és mondhatom, hogy a csapat nevében is elnézést kérünk ugye a szurkolóktól, Debrecen városától, hiszen fantasztikus, amit ők ma is nyújtottak szurkolás terén, és tényleg szinte az utolsó pillanatig a csapat mellett álltak. Az, hogy ők elégedetlenek ilyen szituációban, az szerintem a világ legtermészetesebb dolga, szóval a szurkolónak mindig is joga volt vélemény nyilvánítani. Ha nem tetszik, amit látnak, akkor azt a nem tetszésüket ki is fejezik. Nekünk sem tetszett ez a szezon, azt azért szeretném leszögezni. Rengeteget szenvedtünk mi, sőt lehet, hogy nem gondolják, de nekünk még inkább azért fájt legbelül, nekem legalábbis biztosan. Ez ennyire volt sajnos elég. Nem történt tetlegesség, én úgy tudom, de nyilván most nem ez volt az első, amit az öltözőben elkezdtünk beszélni. Bejöttek a pályára, hogyha bajnoki címért menne a Debrecen is bejönnének, akkor senki nem szólna semmit, és természetes dolog. Én nem gondolom, hogy ezzel bármilyen probléma lenne. Én úgy gondolom, hogy azért itt a dolgokat nem feltétlenül nekem kellene szerintem a mai napon megnevezni. Nekem megvan a saját véleményem, de én most leginkább még emészgetem ezt, hogy sajnos kiesett a csapat, és kiestünk az NB1-ből. Én úgy gondolom, hogy a lehető legrövidebb időn belül Debrecennek vissza kell jutni az NB1-be, hiszen ez a város, ez a közösség, ez a Loki család, ez nem ezt érdemli. De, mint előbb is említettem, lehet, hogy ez volt talán fönn megírva, hogy a végén majd így lesz igazán újra régi fényében tündöklő csapat a Debrecen. Én nem szeretnék a találgatásokkal, pletykákkal foglalkozni. Az biztos, hogy szívemen viselem én, és az biztos, hogy sokan egyébként nem is gondolják, hogy mennyit jelent nekem ez a klub, meg ez a város. Meglátjuk majd, mit hozzon a jövő, de jelenleg csak elkeseredettség és düh, szégyen érzett talán ezek azok, amik bennem kavarognak. Nyilván a költségvetésünk az a hátsó régióba tartozik, sajnos, de én ilyen dolgokban nagyon tényleg nem szeretnék belemenni. Az én dolgom az, hogy a csapatot együtt tartsam, és a játékos társaimat megvédjem, és kiálljak, hogyha probléma van. Én ezt a mai napig, mai éjfélig, holnapig, ugye, amíg szerződésem van még ebben a két napban, az kutyalő kötelességem, és úgy gondolom, hogy ezt mindig meg is tettem, és meg is teszem. A keret minősítése, ilyen jellegű dolgok, ez nem az én felelősségem, szóval én ilyenekben nem szeretnék belemenni. Én rettenetesen sajnálom, hogy ez idáig fajult ez a dolog. Nyilván ez nem egy múlt héten elkezdődő folyamatnak a vége, de mondom, nem, tényleg nem szeretnék ebbe jobban belemélyedni, főleg most ugye ilyen felfokozott állapotban. Nehéz, ugye. Nehéz bármit is mondani.